Szép jó hajnal mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Reventure folytatása. Lássuk. No. Arra nincs szükségem. Egérre. A terv, hogy ma mindenféle hercegnős végeket keresgélünk. Ehhez persze egy megbízható útvonalat kell találnunk a hercegnőhöz. De ebben ez a portál biztosan segít. Legalábbis nagyon remélem. Egy ásó, vagy egy kampó, vagy ilyesmi, az jól jött volna. Most így jobban belegondolva. Au. Ezt már láttuk. Úgyhogy azért pörgetem át. Jó. Akkor egy ásóra szükségünk van, de ha szívecskézni akarunk, azt először kell összeszedni mindenképpen. Bár lehet, hogy nem ez lenne a legfontosabb az első kísérletnél. Hiszen ki tudja, hogy hányszor fogunk még útközben meghalni. És ez talán a leghosszabb, amit összeszedhetünk. No, hát az ásót azt egyébként nagyon örülnék, ha behúznánk szintén a házba valahogy. A karthoz hasonlóan. Mert azt elég gyakran tudjuk használni, vagy azt a kampót. Akár. De hát ez van. Felszerelés begyűjtése az egy állandó standard feladvány. Útközben néhány extra HP-t gyűjtünk még. Oké. Azt hiszem egyébként fönt is át lehet robogni, hogy teljes sebességgel átszáguldunk. Ó! Oh. De szerint ez időnként meg van nyitva ilyenkor. Szerint errefelé már jártunk, sokszor is. Így ugyanúgy. Inkább a kampóra lett volna szükségünk, mint az ásóra. Jaj. Azt hiszem már korábban láttuk, hogy ő veszélyes, úgyhogy nem. Csak kampóval eleve lehet használni ezt. LOL. Friendzone.
Köszönjük! Ez megérte. Jó. No. Hát persze. Jó. mi kell nekem? Kell a kart, hogy ajtót nyissunk. Ja, nem kell, de célszerű. Iránya. Tampó. Irány a teleport. Remek. Egy-két extra HP. Upsi. Most ez le van zárva, hogy mitől függ. Azt meg nem mondom, de... Oké, valahol ott. Ott volt egy opció. Na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk. Egyébként van valamilyen irány? Alternatív? Nem. Másik irány a útvonalnak. Nem biztos, hogy jó. Abszolút. Hello. Ez nem volt teljesen átgondolt, de vártam, hogy valami ilyesmi lesz. Lehet, hogy egy csirkével előrébb álltunk volna. Még jó, hogy mindenkit újra és újra elrablunk. No. Thank you.
irány ismét. Kamput szerezni. Sipírc. Aztán persze lehetne még egy csomót a sárkánnyal is valószínűleg. Ott talán hasznos lenne a pajzs. Az a lávavédő bogyóka is, amit egyszer megtaláltunk valahol. Ó, most mászhatok át. Itt jobb lett volna, ahogy hívják. Az ásó. Igazából ezen. Itt az ásó a legjobb, nem is ez a mászókampó. Mondjuk később hasznos lehet a mászóka. A menekülésnél. És most megint le van zárva, ezek szerint a ásós útvonalnál lehet használni azt. No, próbáljuk megmenteni normálisan ezúttal a hercegnőt. Normálisan. Ez nem az a játék. Felteszem, az a marha nagy zaj, az egyébként ez volt, hogy ez leszakad. Ó. Oh. Nem is kell megvárni. Ups. Hát lol. A titkos gomba, titkos csapda ajtó. Ouch. Ouch. Hát ez kemény volt. Hé! Hova a csirke ruhám? Oké, irány az ásóér. Majd egyszer megnézzük, hogy a csirkével tényleg a másik útvonalat kapjuk. És akkor nem is biztos, hogy kéne egyébként az ásóhoz a... Hogy hívják? Kard, mindegy, most már hoztuk. Most már hoztuk. Remek. És a kérdés, hogy most nyitva lesz-e a minion ajtó, igen. Van kardom, úgyhogy viszont oda elnézek. Ouch. Úgy látom, ennyi volt ez az út. Gyors, tiszta, egyszerű. És természetesen, mint jó szakszervezet is elloptuk a szakszervezeti galád gazemberek minionainak vagyonát.
mi más lehetett volna tenni. No. Remek. Irány hercegnőt mentünk. Sokadszor. 50%-on állunk egyébként. Félig megvan. A végtelen mennyiségünk. Az azért nem csekély. Ó, és itt ugrás nélkül, vagy ugrás csökkentő nélkül is eljöhetnénk, és akkor ki tudunk ugrani a gödörből elvileg. Ami egy opció. Arra, hogy esetleg valami új véget kapjunk. Remek! No, akkor próbáljunk megmenteni egy hercegnőt, mert eddig minden más alternatíva, amit tettünk, az nem sikerült. Majd legközelebb, ha lesz kardunk, akkor a hercegnő kivégzését is megejtjük. Hogy arra mit reagál a játék. Egy újabb kreátor. Oké, újabb láda, újabb titkos láda. Manga és anime. Otaku! Ouch. Megint nem mentettük meg a hercegnőt. De hát ha egyszer ő ad ajtót ezekhez a remek dolgokhoz. Továbbra is a csirke a legviccesebb forma. No, mi kell nekem? Alapvetően ugyanaz, ami az előbb. De visszük a kardot is. Megnézzük, hogy le tudjuk-e bökni a hercegnőt. Ha nem, akkor megnézzük. Akkor egyrészt lebökjük a alkotót, ami egy új színkészletet ad. Remek! Azt hiszem lefelé még volt valami, amit nem csináltunk meg, de ez már nem emlékszem.
Nem, az már nem érdekes. Hát azt így látom, vagy nem lehet, vagy csak sokkal jobb időzítéssel. Azt nem tudom, hogy lehetne felszedni, de hát most mindegy is. Most mindegy is. Ja, a liften ugrunk ilyen picit. Szorosabb volt a kelleténél. Nem dőlünk be. Egynél többször, lehetőleg. És természetesen opció. Lehetett volna egy újabb mimik is, persze. Valóban. Ouch. Jó. Elvileg most nem kell a kard, akkor egy picit gyorsabbak vagyunk anélkül. Legnagyobbat tudunk ugrani, ha éppen az kell. Meg lehet nevezni a hercegnőt is innentől kezdve, ha valaki akarja. És ugye itt a egyik alternatív, yikes, derusnya. Meg a másik, amit megnyitottunk, hát ez se sokkal jobb. A standard az bőven a legnormálisabb, leginkább átlátható. Viszont akkor ahhoz, hogy lebökjük a másikat, ahhoz kell a kard. Úgyhogy azt megint elvisszük. Ugye ott a kincsestárban volt egy újabb alkotó, ami majd ad egy újabb szint. Felteszem. No. Lássuk. Sipirszkedjünk át. Ah. Nem látok rá esélyt, de majd kiderül esetleg egy nagyon sokadik opcióban. Most még hercegnőmentés fázis van. Az is egy fontos. Remek! Az egyetlen gond ugye, hogy gyakorlatilag idáig újra le kell minden egyes alkalommal futnunk pont ugyanazt. Innen tudunk váltani, nem túl nagyot. De hát ez efféle játék egyik problémája ez. Megszereztük!
nem is tudunk innen kijönni. Az kényszerített, ha a másik irányból jövünk. Vagy ha sehonnan nem jövünk. Oké. Ó! Ja, tudom már az. Ott voltunk a múltkor. Oké. Akkor erre nem nagyon tudunk menni. Azt mondom, a hercegnők súlytalan. Wow! Sexy Dark Minion. Okay. Kaptunk egy új formát, ami tetszik. És ugye a világ végén volt egy ilyen koronás. Nem biztos, hogy kellett volna. Koronás feladat, vagy koronás... hogy mondjam. Koronás ajtó, ahhoz valószínűleg az kell, hogy a hercegnővel el küzdjünk a túloldalra. Hát az egy jó móka lesz. Na, hát volt nem egy hercegnős megoldás, és mindezeket még úgy értük el, hogy nem hagytuk el a kastélyt, vagy mi az a sötét barlangot. Na most ez be volt zárva ez. Meglátjuk. Meglátjuk. Meglátjuk, hogy miféle. Ha eléggé sietek, akkor lehet, hogy oda tudom préseltetni magamat a falhoz. De mondjuk nagyon nem ragaszkodom hozzá. Nem hiszünk a mimikeknek. Irány hercegnőt menteni. Abszolút nem hamis hercegnőt. 30 éve itt vagy. Legalább 200 esetben meghaltál. Így ugyanúgy. A másik oldalon is volt egy ilyen. He.
hercegnő kér-kér pofont? Igen, nem gond, hercegnő. Ezért a kis... Elfelejtettem, hogy van mentő útvonal. Ups. Mondjuk valahogy várható volt. Ouch. Valahogy várható volt. No. Tegyünk kísérletet egy normál mentésre. Ouch. Viszont... Á, nem, a portálon keresztül jövünk vissza, ha jól csináljuk. És akkor igazából tényleg nem kell semmi, még a part sem. Még a kart sem. No. Hát lassan a normális megmentések útvonaláig is eljutunk. Az egy érdekes kérdés egyébként, hogy a legtöbb alternatív, legtöbb normál halálnak lenne alternatívája hercegnővel a kezünkben. Vagy csak néhány dedikált van, amelyik figyelembe veszi, hogy van-e hercegnő is nálunk. Nem tudom, hova vezet egyébként, ha simán lemegyünk. No. De irány egy normális mentés. Már amennyire ebben a játékban lehet normális megmentéseket tenni. Akkor használjuk a tűzútvonalat. Persze, hogy neki tetszik a kis cukor. Éppen nem erre kellett volna kijönnünk. Valószínűleg nem tudok visszajutni.
Oké. Látom, erre nem jutunk vissza. Valami probléma. Nem tudom, hogy egyáltalán vissza lehet-e valahol is jutnom. Felsiker. Oké. Hohohohohoho. Jellemző. Nyilvánvalóan nem volt normális a megoldás. Nyilvánvalóan. Se baj. Ó, és ott a hercegnőnek a szobra. Meg a arcképe. Az egy portál, az a tükör. Az egy portál. Helyes. Na, akkor sokkal könnyebb eljutni a hercegnőhöz. Ezzel a portállal. Remélem visszafelé is tudom használni. Mert ha nem, akkor... akkor bajban leszünk. Elég magasra tudjuk ugrani. Talán... opció, hogy simán visszaugrunk a portálba. Vagy nem. Nincs. Oké, akkor ezt az ugrást nem tudjuk megejteni. Ja, hogy két random. Ülő ránk hullott. Hm.
Jó. Remek. Kell az ásó. De oda csak úgy tudok feljutni, hogyha semmi nincs nálam. Nyűsz. Az kemény. És most persze, hogy ott van az a tip. Most, hogy nincs nálam kampó, amivel ki tudnék jönni könnyedén. Könnyebben. Na hát, még egy valamilyen véget behúzunk. Nem tudom, hogy itt mind a hármat föl kell tölteni ahhoz, hogy valami egészen más legyen. Oh, hello. Hello, korona. Oké. No, hát még egyet megejtünk. Csak mert miért ne? Remek! 56%. Ezek szerint 57-en fogunk bezárni, ha minden igaz. Feltéve, ha egy új megoldáshoz eljutunk. Nem garantált. Használjuk a... Ó, rossz érzésed van. Kizárt dolog, hogy egy gonosz hadúr itt lehetne. Egy pár random extra ülő. Oké, arra nem tudunk menni. Nem túl meglepő módon. Hát egyszer. Nem lehet csak úgy simán átugrani? Ouch. Vajon ha hozzuk a pajzsot, az segít? Ez már ugye ez a legközelebbre marad. Folytatjuk innen legközelebb. Már ennyi. Csak 546, szinte semmi. Szinte semmi. Már ennyi.